Valahogy a babaszerviz. Igen, kizárt, hogy férfi egy ilyennel. Foglalkozom, hogy van nagyon. Igen. Helyes válasz, kefír. Na. Látod. Most hova fajul ez a világ? Kérjél bocsánatot. Anna. Anna. Uh-huh. De még a Marian is egyébként szerintem az ő szájából is. Ők kis viccesek. Igen. Mindenki. Én a Marian mondom. Én meg az Annát. Én... Te meg a Makány már. Jó, oké, rendben, hogyha már ennyire ragaszkodtak hozzá. Helyes válasz, Peller Marian. Mit nyerte? Micsoda, mi nem? Hát, vagy az Anditól tudom, igen. A humoros elszólást. Vagy az Andira szóltam. Én még mindig a képnél. A kérdés. Tehát igen. Nem lehet visszalapálni, tolni a szénát a dolgokat. Hát ez érted? Igen. Szokták ezt mondani, tudod, hogy... Oké. Okay. Kicsit buszos, ha? De ne úgy, na, vizuális férfiak. Vizuális. Ez egy csípős kis... Ez szerintem is az Andi. Eltaláltátok. Andi mondta ezt. Köszönöm, hogy eltaláltam, hogy én mindig is azt mondtam. Csak mondd mindig össze, hogy igen, mondjuk. Igen, igen. Gáspár Evelin. Uh-huh. Evelin. Uh-huh. Tényleg egy rugóra jár. Meg most Evelin. Most Evelin. Köszi. Szépi. Megint átálltátok. Ezt akár Ádám is mondta. Sorti. Én is valamiért őt érzem. Mert ott, na mindegy, ott kommentekben mindig mennek az ilyen harcok szerintem. Lenne a párjánál. Néha belefutottam ilyenbe. És, ja, őt tudom meg. Hmm. Meggyőztünk? Abszolút. Abszolút, de végignyomtam vele egy évadot, hogy hogyan. Szép volt, Gömöri András Máté. Hát, akkor nem jövünk a következő adásba, ezek szerintem. Jössz annak a függvénye? Igen, sajnos, hogy kezdtem.